És akkor breaking news, ismét módosult a szabályozás, újabb fault került a 7/2006 és a 155/2016-os kormányrendeletre. Most 2021. március 10-ével ennek a 7/D paragrafusa 1-es pontja szerint a közel nulla vagy annál kedvezőbb energiaigényekkel kapcsolatos előírásokat 2022. június 30-ától kell alkalmazni. Tehát a közel nulla kapott még egy év haladékot, összesen másfél évet. Ez különösen bosszantó lehet azoknak, akik még a tavalyi év végén lélekszakadva megpróbálták befejezni az épületüket, megkérni a használatba vételi engedélyt rá, hiszen esetleg tudták, hogy az nem biztos, hogy megfelelne a közel nullának, és így még az akkori szabályozásoknak megfelelően kapja meg az engedélyt. Nyilvánvalóan nem a korábbi módosításnak a december 28 és 30-ai közötti időpontban volt erre lehetőségük. Ezt a befejezési igényt azt az elmúlt hónapokban, 2020 év vége felé a bankok is határozottan értesítették az építetőt, miszerint ők is tartottak attól, hogy esetleg nem kapja meg az épület a használatba vételi engedélyt, ezért a hitelezés felfüggesztését lehetőségek közé betette. Hát ezért is volt akkora riadalom az év végén, de hát kár volt, mert látjuk, hogy nem hogy fél évvel, másfél évvel nyújtották meg ezt a haladékot, megint a jogkövetők, a törvénytisztelők jártak pórul. De ennek a rendeletnek a legszebb pontja a 7/D2-es paragrafus, ezt betű szerint felolvasom. Az egyes bekezdés, ami ugye arról szól, hogy még másfél évet eltoljuk a bevezetést, tehát az egyes bekezdés szerinti időpontig a 2020. december 31. napján hatályos épületenergetikai előírásokat kell alkalmazni azzal, hogy az építető az egyes bekezdéstől eltérően választhatja a közel nulla vagy annál kedvezőbb energiaigénnyel kapcsolatos előírások alkalmazását. Ez hogyan értendő? Tehát megengedjük az építetőnek, hogy energiatakarékosabb épületet hozzon létre, mint ami a kötelező. Én úgy gondolom, hogy ez eddig is lehetséges volt. Tulajdonképpen ezt jelezte a szabályozásban az AA++, AA+, AA kategória, ugye a BB az, ami a rendeletnek megfelelő érték. Tehát eddig csak véletlenül sülhetett el úgy a tervezőnek, vagy a kivitelezőnek a keze, hogy egy hatékonyabb épületet hozott létre? Eddig nem kérhette volna az építető? Akkor ez most hogy van? Én erre a kérdésre a választ nem tudom. Egy biztos, hogy aki egy jó épületet akar, az nemhogy 2022-től, de mától, sőt akár tegnaptól is, azt is mondhatnám, hogy tegnaptól, már a közel nulla energiaigényű épületeket építeti meg magának. Köszönöm a figyelmeteket!